Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Kiszeli Zoltán politológus, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat ma is. Jó napot kívánok! Egy friss hírrel kezdenénk. Elsőpről többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt a határozott tervezetet, amely vitatja a magyar jogállamiság javulását, és további aggályokat fogalmaz meg Magyarország soros elnökségével kapcsolatban is. A szövegben még a Magyar Péterféle hangfelvétel is előkerül, mint az ügyészség befolyásolhatóságára tett bizonyíték, de a szuverenitás védelmi törvény és hivatal, valamint az integritás hatóság sem tetszik túlzottan az Európai Parlament. A kúria és a bírósági tanács függetlenségét sem látják megalapozottnak. Ugye nagyon érdekes, hogy itt a ciklus végéhez közeledve, már amikor így összeülnek, akkor általában ilyen szimbolikus döntéseket szoktak hozni, meg ilyen végrendelkező döntéseket. Ez a Magyarországot elítélő határozat is ennek számít? Hát sok képviselő számára minden bizonnyal. Először is azt kell tisztáznunk, hogy egy politikai határozat nem jogi érvényű. Tehát itt arról van szó, hogy a parlament többsége, egyébként azok a pártok és politikusok, amelyek már nagyon régóta, legalább az alkotmány újratárgyalása vagy a médiatörvény óta, tehát idestóval 13-14 éve kritizálják Magyarországot, ugye ezek a pártok és többségében ezek a képviselők azok, akik ezt most elfogadták, igazából ez egy politikai nyilatkozat. Nyilván beleillik abba a sorba, ami a Tavares jelentés, meg a többi ilyen Sargentini jelentés és a többinek a sora. Igazából itt arról van szó, hogy politikai nyomást helyez az Európai Parlament az Európai Bizottságra. Ugye korábban nem csak, hogy megfenyegették Ursula von der Leyent, hogy bizalmatlanság indítványt indítanak vele szemben, hanem ugye azzal is fenyegették a bizottságot, hogy beperlik az Unió bíróságánál, hogyha Magyarországnak még több forrást felszabadít, vagy már azt a tavaly decemberi 10,2 milliárd eurós forrás miatt is, ugye ezek a kritikák már megfogalmazódtak a parlament részéről. Tehát ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz a parlament részéről, így érdemes nézni, és hát azok, amiket felsorolnak benne, hát ugye nyilván a bizottság úgy látta tavaly decemberben, hogy Magyarország teljesítette a vállalásait, az, hogy ők most politikailag egy másik nyilatkozatot fogadnak el, ennek egyébként jogilag nincsen kötelező ereje. Viszont lesz-e hátránya, mert hogy az Európai Uniós forrásoknak egy része még mindig fel van függesztve hasonló indokok miatt, és nagy kérdés, hogy ilyenkor ez hogyan befolyásol minket? Igen, hát ugye a forrásoknak két nagy része van, még nagyjából egy ilyen 17 milliárd euró az, ami be van fagyasztva. Ugye ennek a kisebb része nagyjából egy ilyen 6-7 milliárd, ami a COVID utáni újjáépítési alapnak a forrása. Ennek a nagyobb része az vissza nem térítendő támogatás lenne, a kisebb része pedig kedvezményes hitel. Ugye a magyar kormány jelezte, hogy a kedvezményes hitelt is fölvenni. Ugye ez azért fontos, hogy ezt elfelejtjük már, mert ugye a Covidot is szeretnénk elfelejteni, de igazából amikor ezt a pénzt, ezt a hitelt igazából elfogadták, a hitelfelvételt, akkor úgy döntöttek, még Angela Merkellel, de egyébként már Ursula von der Leyennel is, hogy ezt a pénzt például a digitalizációra fordítják, vagy az egészségügyi infrastruktúrának a fejlesztésére, és így jön ugye a magyar tanárok fizetése is a képbe, hogy a digitalizáció cím alatt például lehet ezt a pénzt mondjuk a tanárok képzésére, fizetés emelésére fordítani. Tehát mondjuk ezek a pénzek is ugye be vannak fagyasztva, és itt az a veszély fenyeget, hogy van egy elévülési dátum. Tehát ugye ezeket a pénzeket, ezt a hitelt úgy vették föl, hogy bizonyos idő alatt le kell hívni, és hogyha a bizottság nem járul hozzá, vagy pontosabban a tanács nem jár, Európai Tanács nem járul hozzá, hogy ezeket a forrásokat Magyarország lehívhassa, akkor ugye ezek elvesznek, mert lejár az a határidő, ameddig ez a pénz rendelkezésre áll. És hát láttuk a kettős mércét Lengyelország esetében, hogy tavaly októberben egy másik kormány lett Lengyelországban. Még messze nem sikerült egyébként a lengyel alkotmánybíróság külli vitákat rendezni, messze nem sikerült a lengyel bírósági rendszernek a vitáit rendezni, de a bizottság úgy döntött politikai alapon, hogy Lengyelország megkapja azt a 37-es milliárd eurót, amit ugyanúgy befagyasztottak nekik. Tehát ebből látszik, hogy leginkább, legalábbis az én véleményem szerint, politikai okokból nem szabadítják fel ezt a pénzt. Ugye a maradék 10 milliárd pedig az uniós költségvetésnek egyéb forrásai, ugye az agrártámogatásokat nem fogyasztották be, de kohéziós és más forrásokat viszont igen, illetve hát ugye a magyar egyetemek, a modellváltó egyetemek nem vehetnek részt az Erasmus programban, itt is egyébként egy
ilyen 1-2 milliárd eurós keretösszeg az, amitől Magyarország most elesik. Az összességében nekem továbbra is nagy kérdés, ugye ha itt megnézzük a szavazatokat, akkor látjuk, hogy azért elég magas volt az igen szavazat, tehát akik megszavazták a határozat tervezetet, 399 igen, 117 nem és 28 tartózkodás. És akkor itt a ciklus végén érdemes azt megnézni, hogy volt-e értelme kilépni az Európai Néppártból a Fidesznek, és tudom, hogy az Európai Néppárt nagyon-nagyon balra tolódott, tehát lehet, hogy az Európai Néppárt kicsit olyan, mintha itt Magyarországon valami baloldali pártot látnánk, de pont az ilyen helyzetek miatt így összegezve nem lett volna érdemesebb bent maradni? Szerintem nem. Tehát a rövid válaszom az, hogy nem, ugyanis már ugye beszéltünk arról, hogy az alaptörvény elfogadása, tehát olyan 2011 körül, vagy a médiatörvény elfogadása szintén ez az időszak, már megfogalmazódtak a néppárton belül is kritikák. Tehát ugye itt az Európai Parlamentben a képviselők, tehát hiába pártcsaládok szerint ülnek, de hát azért ugye az országok még mindig meghatározóak, és ha mondjuk egy nyugati országban, Németországban, vagy Hollandiában Magyarországnak rossz a sajtója, mert a mainstream média, a globalista befolyás alatt álló média rossz hírét kelti Magyarországnak, vagy csak a rossz híreket hozzák le, vagy látjuk ugye, hogy az idézőjelben közszolgálati német és holland kabaré műsorokban szídják Magyarországot. Tehát, hogyha ilyen a közhangulat otthon, akkor hiába lenne a Fidesz a néppártban egy német vagy holland néppárti képviselő, akinek egy ilyen közvéleménnyel kell otthon szembesülnie, az akkor sem fogja megszavazni mondjuk a Fidesz mellett, vagy nem fog a Fidesz mellett szavazni, vagy nem fog mondjuk a határozat ellen szavazni, mert akkor otthon kicsinálnák politikailag. Tehát azt látjuk, hogy ezzel a közvélemény manipulálásával Nyugat-Európában olyan politikai nyomás alá tudják helyezni a képviselőket, hogy vagy aki erkölcsösebb, az inkább otthon marad, vagy náthás lesz, vagy aznap éppen, vagy aki kimegy kávézni, ugye, hogy ez most Brüsszelben a szokás. A többiek meg nyilván azt remélik, hogyha ezt megszavazzák, akkor az ottani mainstreamnek megfelelnek, és akkor jobban nőnek az újraválasztási esélyek. Egyébként ez nagyon durva sajnos, tehát ez odáig megy már mondjuk a németországi hangulatkeltés Magyarország ellen, hogy például a testvérvárosi kapcsolatoknál a német partnervárosnak a polgármestere nem mer Magyarországra jönni, mert árt a karrierjének, vagy árt az újraválasztási esélyének, és tényleg csak a gerinces polgármesterek mernek Magyarországra jönni, mert egyszerűen árt a karrierjüknek, hogyha Magyarországra jönnek, vagy kiállnának, most nem is mindenben, meg feltétel nélkül, de mondjuk, hogy egyik-másik kérdésben, a migráció kérdésében azt mondanák, hogy a magyaroknak igaza van, vagy ebben és ebben igaza van, akkor már kicsinálnák politikailag, és ha fordítva is igaz, nyilván aki az árral úszik, azok a Daniel Freund, ugye a legismertebb képviselő, egy soros hálózathoz sorolható NGO-nak volt az idézőjelben korrupció szakértője, és hát indult a zöldeknél, és öt évig az Európai Parlamentben más sem csinál, csak minden nap kirakott egy üzenetet a közösségi médiában Magyarország ellen, és hát azt reméli, hogy emiatt majd újra fogják választani. Nagyon sokan köszörülik a nyelvüket Magyarországon, azt remélve, hogy ebből politikai tőkét tudnak kovácsolni. A Momentum kirakta egyébként a Facebook oldalára, hogy ennek a magyar kormányt elítélő határozatnak a liberális frakció részéről Donát Anna a beterjesztője, és Donát Anna pedig azt mondta, hogy elzárjuk a NER pénzcsapjait, és nem fogjuk hagyni, hogy újra ellopják az uniós forrásokat. Ugye több ellenzéki képviselő meg is szavazta ezt a magyar kormányt elítélő határozatot, és ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ez Magyarországnak rossz, vagy a Fidesznek rossz, hogy nem jönnek ezek a pénzek? Hát az előbb arról beszéltünk, hogy például a COVID utáni újjáépítési alap a digitalizációt szolgálja, elfelejtettem említeni a klímasemlegességet, tehát ugye nem ilyen öntözőkannaszerűen akarták a pénzt kiszórni, mint a COVID alatt a cégeknek a támogatást, hanem azt mondták, hogy hát használjuk föl ezt az esélyt arra, hogy mondjuk érdemben csökkentsük a klímakibocsátást, és mondjuk elektromos töltőállomásokat, elektromos autótöltőket szereljünk föl, vagy a digitalizációnál ugye, hogyha még egyszer ilyen home office lesz, vagy távoktatás, akkor készítsük fel az iskolákat, az idősek otthonát, a közigazgatást arra, vagy hát a cégek is nyilván kapjanak támogatást ahhoz, hogyha ne adj Isten még egyszer kitörne egy ilyen járvány, ami 100 évente egyszer van, de ki tudja ugye mi történik, hogy akkor a cégek jobban mondjuk felkészülten várják ezt a helyzetet. Tehát ez a pénz, ez nem a Fidesznek szól, ez Magyarországnak szól, és közösen eldöntötték azokat az európai célokat, hogy például 2035-re kivezetik
kivetik a foszilis energiát ugye az Unióból, vagy 2040-re, bocsánat, 35-től nem adnak el új benzines és dízeles autókat, tehát erre föl kell készülni, és az Unió közösen vállalta ezeket a célokat, és Magyarország oké, hogy csak ugye egy közepes tagország, meg hogy a GDP 2%-át adja az Unióban a magyar nemzetgazdaság, de hát ugyanúgy, hogy ránk eső részt, a Magyarországra eső részt a klímasemlegességben, a digitalizációban ugyanúgy el kell végeznie Magyarországnak, mint a többi tagországnak. És ha nem kapjuk meg azt a pénzt, ami nekünk ezekre a feladatokra egyébként jár, és azt a pénzt, mint mondtam, azért fogadták el, meg Orbán Viktor is azért szavazta meg, mert egyetértenek ezekben a célokban, a klímasemlegességben, a digitalizációban. És magyarul, hogyha Donát Anna arra büszke, hogy ő ezt megakadályozta, akkor nem a Fidesz-szel szúr ki, meg nem a miniszterelnökkel szúr ki, hanem Magyarországgal szúr ki, mert Magyarországra nem érkeznek meg ezek a források, kevesebb napelemet lehet szerelni mondjuk az iskolák tetejére, vagy az öregek otthona tetejére, vagy kevesebb napkollektort, vagy kiváltság mondjuk a gázfűtést, tehát ezekkel az emberekkel, meg ezekkel az intézményekkel szúr ki, és hát látjuk egyébként, hogy azért a kormány más forrásból tudja pótolni ezeket a pénzeket, nyilván amikor kötvényt bocsát ki, vagy állampapírt bocsát ki a kormány, akkor most többet kell kibocsátani, mert a legtöbb projektet egyébként a magyar költségvetés megelőlegezte. Tehát, mint mondtam, ezeket a célokat mindenki elfogadta, és mondjuk a napelemeket, a napkollektorokat szerelik fel a közintézményekre, ugye 250 ezer magyar háztartásnak van már napeleme, tehát ők is kapnak támogatást, tehát magyarul ezeket elkezdték kifizetni, és hogyha visszatartják a pénzt Brüsszelben, az azt jelenti, hogy megelőlegezte a kormány a saját költségvetéséből a pénzt, de nem kapja meg Brüsszelből, ezért kell több állampapírt kibocsátani. Ugye az állampapír infláció követő, tehát most ugye az a költségvetési hiányban, most mindenki a múlt héten látta a nagy számot, de ez azt is jelenti, hogy 1300 milliárd forint ment kamatként ki a magyar lakossághoz. Tehát akinek volt állampapírja, ugye ez a PEMÁK, ez a prémium magyar állampapír például, ugye most nagyon nagy kamatot kaptak, hát sajnos az infláció magas, akkor ugye nem örülünk neki, mert a boltban többet kell fizetnünk mondjuk az élelmiszerért, de aki tudott kötvényt vásárolni, és ez a középosztályosodásnak a politikája, ugye a magyar emberek, ugye most pénz nem megy ki az országból, mint a Gyurcsány bajnai korszak alatt, hanem itt marad a pénz, és ugye aki tud takarékoskodni, az most jól járt ezzel a magas kamattal, tehát de ezt valakinek ki kell fizetni, és az a pénz, ami nem jön be Magyarországra, mind ezt de drágábbá teszi a hitelfelvételt. Igen, hát ugye látjuk egyébként, hogy a Momentumnak azért idézőjelben meghálálják a szavazók, mert most a kiesés küszöbén táncol ez a párt, ugye a Magyar Péter jelenség elszívta a szavazóit, és hát ha megkérdezik, hogy Donát Anna mit csinált 5 évig, hát akkor ezt tudja a kirakatba tenni, hogy megakadályozta azt, hogy Magyarország a fejlesztésekhez szükséges pénzt megkapja. Hát, tehát ugye azt látjuk, hogy ha ezt lefordítjuk arra, ami ez valójában, akkor rögtön kiderül, hogy ezek a politikusok nem a magyar embereket képviselik Brüsszelben, hanem a globalista érdekeket képviselik Magyarországon. Ezzel együtt az is nagyon érdekes számomra, hogy ebben az állásfoglalásban utalnak arra, hogy az ügyészség ugye nem független, és hogy a büntető eljárásokba való politikai beavatkozások is megvalósulhatnak, és hogy legutóbbival Magyar Péternek a hangfelvételére utalnak, amellyel ugye azt állítja a Tisza párt elnöke, hogy Sadül György Rogán Antal embere volt, hogy beleírtak Rogán Antalék az ügyészségben az iratokba, vagy ezt manipulálták, és az a nagy kérdés, hogy ilyenkor például az Európai Unió vagy az Európai Parlament ilyen hangfelvételeket mennyire tekinthet úgy bizonyítékként, hogy közben ebben az ügyben azért tudomásom szerint zajlanak nyomozások, stb. Nem, hát ezért mondtam, hogy ez egy politikai nyilatkozat. Tehát ez bármit beleírhatnak, a papír türelmes. Tehát ez egy politikai nyilatkozat. Nyilván, ha szerkesztő úr említette a számokat, megkapta a többséget. Tehát igazából nyilván a legtöbb képviselő azt se tudja, mi van Magyarországon. Eljutnak hozzájuk hírek, ugye halljuk, hogy Donát Anna Vera Jurova fülébe suttogja a híreket, vagy küldenek ilyen információkat, de igazából azért mondom, hogy ezt nem kell komolyan venni. Van egy károkozó hatása, ugye, hogy rontja továbbra is Magyarország megítélését, nyilván politikai nyomást helyez a bizottságra, tehát ezt a hatását nem szabad alábecsülni, de igazából túlértékelni sem kell. Ugye hát az, hogy most egy hangfelvételen a Varga Judit mit mondott, tehát gyors példát hadd hozzak a kettős mércére, tehát önmagában az, hogy a Tisza párt alelnöke, Magyar Péter ugye azt mond, mit mond, az az ő véleménye. Tehát ugye jogilag az számít bizonyítottnak, amit ugye
vagy a rendőrség, vagy az nyomozó ügyészség megtalál, és ugye a bíróság is ugye egy jogerős határozatban kimond egy határozatot, onnantól kezdve tekinthetünk valamit bizonyítottnak. Tehát ilyen szempontból az, hogy most ki mit mond, csak egy, hadd hozzak egy példát a kettős mércére, amikor négy német Luftwaffe tábornok egy kiszivárgott beszélgetésen arról beszélt, hogy az angolok már Ukrajnában harcolnak, és a franciák segítenek beprogramozni a Scalp rakétáknak a céladatait, ugye ez egy beszélgetés volt, amit az oroszok lehallgattak és kiszivárogtattak. Ott egészen véletlenül mindenki tagadta, hogy az angolok már Ukrajnában harcolnának, és hogy a franciák programozzák be az ukránoknak a rakétákba a céladatokat. Tehát érdekes módon ott egy hangfelvétel nem volt bizonyító erejű, csak a négy tábornoknak a magánvéleménye hangzott el, amit csak úgy beszéltek, minthogyha csak kvaterkáztak volna, és amit meg Varga Judit elmondott egyébként Magyar Péter szuggesztív kérdéseire, mert Magyar Péter szinte Varga Judit szájába adta, hogy amit mondtál erről, tehát Varga Judit nem is mondott neveket, hanem az akkori férje volt az, aki ugye ezeket a neveket felhozta, vagy aki úgymond irányította ezt a beszélgetést, ezt szuggesztív kérdésnek hívjuk, hogy irányító, szuggeráló kérdések. Ugye ezt pedig bizonyító erejűnek veszik, tehát ebből is látszik legalábbis számomra, hogy ez a kettős mérce, és egy politikai többség ezt elfogadta, de ettől még az nem lesz bizonyított. Viszont ez egy nagyon érdekes dolog, hogy láthatóan ugye Magyarországon is élénk ebbe a belpolitika, ugye Magyar Péter hangfelvétele, tüntetések, stb., és hogy ezek hogyan csorognak le Brüsszelbe, és ezek hogyan csorognak le aztán az Európai Uniós támogatások formájába, ami ugye számomra azért megdöbbentő, mert közben Magyarország nyilván befizeti a ráeső részeket. Igen, nyilván be kell fizetni, ugye erről szól a deal, ugye sokáig Magyarország többet kapott vissza, egyébként nem csak mi, hanem nagyon sok térségbeli ország, mint amit befizettünk, ezért voltunk nettó haszonélvezők. Ugye ez a része, de azt mindig el kell mondani, hogy mi nem csak kapunk, ez nem egy ajándék, meg a holland adófizetők kegye, hogy mi ezt a pénzt megkapjuk. Egyébként nagyon durván, ugye 350 ezer magyar dolgozik hivatalosan Nyugat-Európában. Ez azt jelenti, akiket a mi pénzünkön képeztek ki, orvosokat, ápolónőket, esztergályosokat, akik a magyar adófizetők pénzén jártak iskolába, tettek szert egy tudásra, és Nyugat-Európába mennek hasznosítani ezt a tudást. Na az is például egy a magyar adófizetőknek egy befizetése, egy áttételes befizetése. Vagy mondjuk az, hogy kinyitottuk a magyar piacot a nyugati cégek előtt, ez is mondjuk egy olyan plusz, amit Magyarország tud adni cserébe azért a pénzért, amit kapunk. Tehát ez nem egy egyirányú utca, mi is adunk. Nyilván látni kell az erőviszonyokat, említettem, hogy Magyarország az unió GDP-nek nagyjából 2%-át adja, tehát látni kell a helyünket. Csak azért nem a szegény rokon vagyunk, aki kuncsorog, hanem mi is teszünk valamit az asztalra, oké, a 10 milliós ország ennyit tud tenni, de ugye 2010-hez képest egy megduplázódott GDP-ről beszélünk, tehát ilyen szempontból azért fejlődünk, csak még nem úgy, ahogy szeretnénk. Ez az egyik része talán a történetnek. A másik, hogy igen, ugye, hogy a visszatartott pénzekkel egy olyan helyzet állt elő, amire még nem volt példa az unió történetében, mert hogy ugye korábban is voltak viták, mikor a 60-as években a franciák nem támogatták a többségi szavazásra való áttérést, ez a híres üres székek politikája, nem mentek el a tárgyalásra, és mivel 6-ból csak 5-en ültek az asztalnál, nem tudtak dönteni. Ez végződött a luxemburgi kompromisszummal 65-ben. Most egyébként hasonló helyzet előtt állunk, mert a lengyel elnökség alatt januártól feltehetően nekifutnak a többségi szavazásra való áttérésre. Minden kérdésben többségi szavazást akarnak, a migrációban, a külpolitikában, a háború kérdésében, Ukrajna kérdésében, tehát minden kérdésben többségi szavazásra akarnak áttérni. Ugye ez jövőre egy nagyon komoly konfliktus lesz, és hát ugyanez volt a 60-as években. Tehát arra akarok csak utalni, hogy ezek nem új konfliktusok, és hát eddig sikerült ezeket konszenzussal megoldani. Tehát például a franciák ugye azt érték el a luxemburgi kompromisszumnál, hogy áttérhettek a többségi szavazásra, de ha egy ország ki akart maradni, akkor vétót jelenthetett be, és akkor rá nem vonatkozott az a döntés. Ezt konstruktív tartózkodásnak hívjuk egyébként manapság, és hát láttuk, hogy mondjuk Orbán Viktor nagyon jól tudott élni ezzel az eszközzel Ukrajna kapcsán, tehát Magyarország nem akadályozta meg a többséget abban, mondjuk, hogy Ukrajnának fegyverekre adjon pénzt, de azt mondta, hogy a magyar rész azt fordítsák a migráció elleni küzdelemre, vagy a terrorizmus elleni küzdelemre a Száhel övezetben, vagy aknamentes
fertőzésre, tehát ne ember élet kioltására alkalmas fegyvereket vegyenek belőle, hanem fordítsák olyan célokra, amik egyébként szintén fontosak, és nem okoznak emberi, nem oltanak ki emberi életet. Tehát ez a fajta konstruktív tartózkodás, ha lesz egy ilyen lehetőség, ez egy járható út, de hát az, hogy a pénzt visszatartják, hogy a Financial Times-ban tavaly november végén megfenyegették Magyarországot, hogy nem csak a pénzünket veszik el, de bedöntik az országot, hát itt látszik, hogy a globalista eliteknek és a brüsszeli eliteknek nincsen jó ajánlata. Tehát nem tudnak már jó dolgokat ajánlani. Ugye már sokszor beszéltünk, hogy Nyugat-Európában, tudom, hogy ezt a hallgatók nem hiszik el, de ugye Nyugat-Európában ugye egy leépülést látunk. És a középosztály is leépül. Tehát ha megnézzük, hogy hol van középosztály, Ázsiában van középosztály. Tehát Kínában az emberek most szállnak be életük első autójába, most cserélik le a butafonjukat okostelefonra, vagy most költöznek egy szobakonyhából egy kétszobás lakásba, tehát ott van egyfajta fejlődés. Nálunk Európában meg vigyázat, az ajtók záródnak, tehát aki nem középosztálybeli most, az már nem biztos, hogy középosztályba fel tud lépni, és nem csak Magyarországon, Hollandiában, Angliában, Németországban, ugyanez a helyzet Amerikában, és ami a legdurvább, ha valaki nem hiány szakmákban dolgozik, tehát nem mérnök, orvos, vagy olyan programozó matematikus, amiből tényleg kevés van, és még Indiából vagy Pakisztánból nem érkezett elég olyan ember, aki ki tudja az ő tudását váltani, mert a pakisztániak, indiaiak nagyon, hát igaz, hogy sajátosan, de mégis angolul beszélnek, illetve nagyjából ugyanazzal a tudással rendelkeznek már, mint egy átlag európai vagy amerikai, csak fele annyi fizetést kérnek, mert nekik most még az is elég. Tehát magyarul nem tudják átörökíteni az elit státuszukat a gyerekükre vagy az unokájukra, ugyanis Amerikában vagy Nyugat-Európában már mondjuk egy tanár, átlag tanárnak a fia már nem fog tudni 3 évente autót cserélni, és nem fog tudni családi házat venni. Tehát magyarul Európában ennek már vége, legalábbis ezzel a politikával, amit most látunk, és hát mit tudnak ígérni? Sorkötelezettséget, mint Svédországban, vagy nem sokára Németországban, Horvátországban, a nőknek is, tehát a nőket is ugye be akarják rántani, mint Izraelben, vagy Svédországban. Ugye a másik ilyen, amit tudnak ígérni, az az, hogy kevesebb pénz lesz jólétre, és több pénz lesz a háborúra. Tehát ugye nyilván ez egy olyan program, amit az emberek nem kedvelnek, vagy nem is támogatnák, hogyha megkérdeznék őket igazából, és hát Magyarország ebben alternatívát kínál. Hát azt látjuk, hogy ezért is ilyen nagy a nyomás, mert nem csak a békepárti politika az, ami alternatíva, vagy a migrációs politika, hanem a középosztály támogatása, a hazai cégek támogatása. Tehát ez minden olyan, ami nyugaton kifutó modell, vagy amitől eltávolodnak, az nálunk még működik. És ugye, hogyha az emberek nyugaton választhatnak, nekünk a századvégnek az Európa projekt kutatásunkban, ugye nem csak azt látjuk, hogy a migrációs álláspontban már a magyar álláspont van többségben Európában, de a békepártiságnál is most ugye márciusban hoztuk ki azt a számot, több mint egy hónapja, hogy az európaiak 63%-a elutasítja nyugati katonák Ukrajnába küldését. Tehát itt is a magyar álláspont van már majdnem kétharmados többségben az unió polgárai körében. Tehát ez az az alternatíva, amit például a pénz visszatartásával meg akarnak dönteni. Vagy hát láttuk a gurló dollárokat, hogy az amerikai demokraták is azért küldik a gurló dollárokat, hogy ezt a politikát megdöntsék, és hát ezért érdekes, hogy a Magyar Péternek honnan van pénze, vagy ugye, hogy a barátnője elszólta magát, hogy a grafikai elemeknél kaptak külföldi támogatást. Nem véletlen, hogy megjelenik például a datadatnak az adatvédelmi, vagy datadat körhöz köthető adatvédelmi nyilatkozat, aztán befújja a szél valahogy Magyar Péterékhez, aztán leveszik hip-hop, amikor kiderül egyik pillanatról a másikra, leveszik az adatvédelmi nyilatkozatot a honlapjukról. Tehát ezek a kérdőjelek azok, amik ugye nem csak Brüsszel felől, hanem Washington felül is azért megjelennek. Ha már Magyar Péter, akkor talán folytassuk innen. Éppen az imént írta meg az Index, hogy várható a Magyar Péter még fővárosi listát is állít, és a lista vezető Nagy Ervin színművész lehet. Mit gondol erről? Hát megpróbálja elkerülni Márki-Zay Péter hibáját. Ugye Márki-Zaynak ott csiklott ki a vonata, amikor az előválasztás második fordulójának az estéjén, amikor talán az Anker közben voltak, hogy ugye nem jelentette be a 7. frakció megalakítását. Tehát onnantól kezdve, hogy Márki-Zay Péter nem tudott megjelenni saját formációval az országgyűlésben, hogy a választásnál a 6 frakció mellé nem tudta berakni a sajátját, a 7., ezzel ugye ki tudták csinálni politikai értelemben. És hát Magyar Péter érzi ezt a hype-ot, most viszi őt a lelkesedés, most ő még egy felfelőívelő szakaszban van, és hát igen, azt látja, hogy ha ugye a Nézőpont intézet talán 13%-ot mért neki, vannak más
intézetek, amelyek többet mértek. Tehát, hogyha mondjuk van 10-15%-a, akkor miért ne váltaná ezt át mandátumokra? És hát látszik egyébként, hogy az a célja, hogy a baloldali ellenzék legerősebb pártja legyen. Ehhez nyilván Budapesten is jelen kell lennie, és látja azt egyébként, hogy például ugye a Momentum vagy a Jobbik, amelynek az elnökei Brüsszelben vannak, nincsenek úgy jelen a magyar politikában, vagy mondjuk nagyon kevés önkormányzati jelenlétük van, a Momentum még a Gödöt is elvesztette, meg Baját is, tehát ilyen szempontból azok a pártok, amelyek nincsenek jelen mondjuk a nagyobb önkormányzatokban, azok nehezebben tudnak majd 26-ban indulni, és hát Magyar Péter most igazából nem csinál más, mint leüti azokat a szavazatokat, és azt a támogatást is mandátumokká formálja őket. És az, hogy civile indul, vagy hát Nagy Ervin eddig nem a politikában volt, hanem kifejezetten ugye más területen működött, ez hozhat vagy vihet? Hát ő nem a magyar Zelenszkij. Tehát látjuk ezeket a karaktereket, Donald Trump is egyébként egy ilyen karakter volt, aki egy tévésorozatból lett híres, vagy igazából ott lett a nagy ismertséget a szélesebb körben talán ott szerezte meg. Ugye Zelenszkij is egy ilyen tévésorozat színész volt, aki a tévéből. Hát Nagy Ervin nem ez a kategória. Tehát az látszik egyébként, hogy az amerikai nagykövetséggel jó kapcsolatot ápol, legalábbis a Széderesten ott ült Pressman mellett, aki bele akarja préselni Magyarországot a háborúba, tehát ilyen szempontból ez is ugye megint azt mutatja, hogy hát Nagy Ervinnel nem tudjuk, hogy esetleg az amerikai demokraták is megjelennek-e a fővárosi városházán, legalábbis ugye, hogyha David Pressmannel való kapcsolatát nézzük, akkor adja magát ez a felvetés. Hát igen, tehát nyilván át kell alakítani ezt a támogatottságot mandátumokká, és hát ehhez most van választás, hic rodus, hic salta, mondja ugye a mondás, ha most van választás, most kell indítani a jelöltet. Tehát igen, ez nyilván az ellenzéki tortát fogja újraosztani. Ugye azt látjuk, mindegyik intézet mást mér, tehát más mér az iránytű, az Ávec és a Nézőpont is, de talán egy biztos, hogy az ellenzéki tortát újraosztották. Tehát, hogy ott azt látjuk, illetve lehet ilyen híreket hallani, nem tudom, önhöz eljutott, hogy a Momentum nem biztos, hogy tud EP-listát állítani, mert hogy nem biztos, hogy meg lesz a 20 000 aláírás, terjednek ilyen legendák, aztán majd meglátjuk. Szóval, hogy állhat fel a következő időszak, és például, ha az európai parlamenti választásokon Magyar Péter pártja tényleg bejön a második helyre, az mennyire boríthatja akár 2026-ra az ellenzéki erővonalakat? Tehát, hogy a választás az mindig egy pillanat felvétel. Tehát azt mutatja, hogy a választás napján milyenek az erőviszonyok. Tehát valóban a Fidesznél azt látjuk, hogy nagyjából egy 2 milliós stabil szavazóbázisa van. Ugye ez most 1,5 millió, 2 millió, nyilván attól is függ, hogy a szavazók mennyire érzik fontosnak a választás tétjét. Amikor 15 februárjában Veszprémben volt időközi választás, akkor a Fidesz szavazók nem érezték a tétjét, és ott ugye a kétharmad elbukott ugye azon a választáson. Ott a fideszes szavazók nem voltak aktívak, nem sikerült őket mozgósítani. Viszont Kis Zoltán nyert akkor, és aztán később viszont már nem nyert a rendes választáson. Igen, de hát ugyanezt mondhatjuk egyébként Esztergomról is, ahol ugye egyszer volt Budán kutyavásár, ugye mint Mátyás király meséjében, hogy ott is volt ugye egy ellenzéki polgármesterasszony, aki a népszerűtlen fideszes polgármestert váltotta, de mondjuk az összes egyéni körzetben a Fidesz nyert ott Esztergomban is, amikor ellenzéki polgármesterasszony volt, aztán utána meg ugyanúgy a Fidesz megnyerte a polgármester választást is. Tehát ilyen szempontból a Fidesznél ezt a 1,5-2 millió szavazóbázist én stabilnak látom. Ugye márka hűek a fideszes szavazók, a DK-nak is nagyjából egy 10-15%-nyi hasonlóan stabil szavazóbázisa van. Ugye most kiegészültek az MSZP-vel és a Párbeszéddel, tehát ezt a két tömböt azért én stabilnak látom. Nyilván, amiről beszéltünk, hogyha a szavazók azt gondolják, hogy van tétje a választásnak, akkor inkább a felső vége felé közelít a támogatottság. Ha úgy érzik, hogy nem fontos, vagy nem érzik a választás tétjét, akkor nyilván otthon maradnak. Akartam utalni még a 18 februárjára, amikor ugye Márki-Zay Péter megnyerte a Hódmezővásárhelyi időközi polgármester választást, és ez viszont sokként hatott a fideszes szavazókra, és felrázta őket, hogy nehogy már a kommunisták visszatérjenek a hatalomba, és ezért ugye 18-ban a parlamenti választáson pedig már újabb kétharmad született. Tehát azt lehet látni, hogy az ellenzék megerősödése, ugye Newton harmadik törvénye alapján azért a fideszes tábort is mozgósíthatja. Tehát a Magyar Péter
túlságosan is szárnyal, és kiderülnek, amik most még csak sejtünk, hogy a külföldi pénz, vagy a külföldi támogatás ott lehet mögötte is, akkor ebből ez könnyen mozgósíthatja a fideszes szavazókat, pláne a háború és a béke kérdése meghatározóvá válik. Ugye nem tudjuk, hogy a fronthelyzet hogyan fog alakulni május végén, június elején, hiszen az időjárás ugye akkor válik olyanná, ami a nagyobb hadműveleteket lehetővé teszi, és hát azt is látjuk, hogy Ukrajna kifogyott az emberekből, most értünk el az utolsó ukránhoz, és hát azt is látjuk, hogy az oroszok pedig valamire készülnek, hiszen ahogy tavaly az ukránok gondolták azt, hogy a csatatéren tudják a tárgyalási pozíciójukat javítani, most az oroszok vannak abban a helyzetben, hogy most ők akarnak a csatatéren olyan pozíciót fogni, amitől a tárgyalási pozíciójuk javulását várják, tehát könnyen lehet, hogy a háború és a béke kérdése lesz a meghatározó, ami ugyanúgy, mint 22 áprilisában a Fidesznek kedvez, tehát ezeket nyilván nem tudjuk. Arra a kérdésére, hogyha Magyar Péter Budapesten 10-15%-os támogatottsággal meghatározó tényező lesz a Városházán, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy nem csak, hogyha európai mandátumot szerez, és Budapesten is mondjuk ezt a 10%-ot, 15%-ot mandátumra tudja váltani, akkor az azt jelenti, hogy releváns szereplője lesz a magyar pártversenynek, az ő pártja, ez a Tisza párt. Igazából hát ugye ugyanúgy onnantól kell, most ezek a mézes hetek. Tehát Magyar Péter most még a politikai mézes heteit éli, nyilván viszi a lelkesedés, valami új, de Márki-Zay Péternél is ugyanez volt. Vagy Bajnai Gordonnál 12. októberére, ha visszagondolunk, az emberek ugyanígy csodára vártak. Bajnai Gordonnak akkor az Együtt 2014 mozgalma ugyanilyen lelkesedéssel volt övezve az ellenzékváltó szavazók részéről, tehát ez nem új. Tehát Magyar Péter az új Márki-Zay Péter. Ugye Márki-Zay is 180 ezer szavazót tudott bevonzani a fővárosban is, meg ugye az előválasztás két fordulója között. Tehát ezek nem új dolgok. Az emberek egyszerűen a baloldalon pláne csalódottak a negyedik kétharmad után a baloldali politikusokban, csalódottak Gyurcsány Ferencben, hogy Gyurcsány Ferenc mindenkit kiskanállal megesz reggelire. Most látjuk, hogy Karácsony Gergelyt is végül is csak hambe kapta a kisgömbölc, hogy az MSZP-t is hambe kapta. Tehát azt látjuk, hogy az ellenzéki szavazók nyilván valami mást keresnek, és hát most éppen Magyar Péter az aktuális sztár, de hát majd, hogyha ugye az Európai Parlamentben is szavazni kell a migrációról, a többségi szavazásról, Ukrajnáról, akkor majd kiderül, hogy hova szavaznak, illetve hát a fővárosban is, ugye majd ki fog derülni, hogy amit mond, hogy se Orbánnal, se Gyurcsánnyal, hát ez nem fog menni sokáig. Most még ez így jól hangzik, meg sok ember szeretné elhinni a mesét, de hát amikor majd ott lesznek a számok, mondjuk a fővárosi közgyűlésben, akkor viszont tényleg dönteni kell, és akkor majd az emberek 26-ra látni fogják ennek az új pártnak a teljesítményét. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ahogy az LMP meg a Jobbik Gyurcsány ellen alakult, és most ott vannak a dollárkoalícióban, vagy ahogy Márki-Zay Péter azt mondta, hogy a Gyurcsánnyal ő aztán soha, aztán ott kötött ki Gyurcsány mellett, de Bajnai Gordon is, amikor visszatért a politikába 12-ben, ő is Gyurcsány nélkül képzelte el ezt a politikát, aztán ott kötött ki Gyurcsány mellett 14-ben, vagy hát Botka Lászlót is ne felejtsük el, őt sem felejtsük el, aki egy Gyurcsány nélküli DK-val akart koalíciót kötni, aztán ugye vissza is lépett a miniszterelnök jelöltségtől, tehát 26-ra én Magyar Pétert nagy valószínűséggel ott fogom látni Gyurcsány Ferenc koalíciójában. Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket. Ide egy utolsó kérdés, hogy viszont az teljesen lehetetlen, hogy Magyar Péter kebelezi be a többi pártot? Tehát, hogyha ő áll a legjobban, az ő számai a legjobbak, akkor ez nem fordítva van? Tehát nem hozhatja el Magyar Péter Gyurcsány Ferenc visszavonulását? Nyilván ezt tervezi, vagy lehet ez egy maximum terve Magyar Péternek. Nyilván az ambíciót megvan. Én feltételezem, hogy ez egy olyan maximum terv. Nyilván, ha valaki politikus akar lenni, vagy politikussá válik, mint Magyar Péter most már nyilván politikussá vált, akkor azt szeretné, hogy ő legyen a legerősebb formációnak a vezetője, és hogy a többiek álljanak be mögé. Ugye ezt talán Karácsony Gergelyvel úgy fogalmazott, hogy nem mások mögé áll, hanem mások mellé áll. Tehát nyilván ugye ezek ilyen szimbolikus szavak is. Tehát magyarul nyilván Magyar Péter azt gondolja,
ugye ez a végtelen növekedésbe vetett hit, azt gondolja, hogy most ugye február közepén ugye megjelent az interjúja, és akkor ez eltelt 2 hónap, és hogy az elmúlt 2,5 hónapban mondjuk eljutott nulláról mondjuk 10-15%-ra, és azt gondolja, ebből lesz 30-40. Nyilván, de hát ugye a fák nem nőnek az égig, meglátjuk. Egy Gyurcsány Ferenc, mint mondtam, már sok ilyen próbálkozással találkozott, és hát még egy, ugye Gyurcsányéknak azért csak belefektették azt a politikai munkát, és a DK csak vagy az MSZP-ből átvettek embereket, vagy azért ugye más pártokból is átvettek politikusokat. Emlékszünk arra, talán a hallgatók is emlékeznek arra, amikor mondjuk a DK kongresszus előtt minden héten egy második, harmadik vonalbeli politikus egyik-másik pártból átigazolt a DK-ba. Tehát nyilván Magyar Péter is ugye mondta, hogy majd a választás után átigazolnak hozzá polgármesterek, hát meglátjuk. Nyilván Magyar Péter szeretné, hogy ő legyen az ellenzék vezető ereje. Hát a DK nyilván ezt nem akarja engedni, és azt se zárjuk ki, hogy ahogy Magyar Péter most berobbant, mint ahogy korábban Bajnai Gordon vagy Márki-Zay Péter, úgy lehet, hogy 2026 előtt jön, hogyha Magyar Péterből is kiszeretnek az ellenzékváltó szavazók vagy a csodavárók, akkor könnyen lehet, hogy majd 26-ra egy még újabb Magyar Péter jön a térségben. Ez nem szokatlan egyébként, Lengyelországtól Szlovéniáig nagyon sok olyan ilyen politikai zöldmezős beruházást látunk, mint amilyen most Magyar Péteré. Igazából nálunk ebből kevés volt, mert a hagyományos pártok elég stabilan őrizték a parlamenti jelenlétükkel a vezető helyüket, de igazából, hogyha Magyar Péter ezen a falon egy rést talál, és mondjuk valóban frakcióval meg tud jelenni a fővárosi közgyűlésben, akkor megvan az esélye arra, hogy ha jól politizál, akkor erős párt legyen. Nyilván 26-ig senki sem lát előre, kiderül, hogy az ellenzéki tortát hogy tudják osztani. Az egyébként látszik, hogy eddig legalábbis a Fidesz szavazó bázisába nem tudott beleharapni. Kiszeri Zoltán, köszönjük szépen. Köszönöm én is.